500 dinárért téli csizmát és kabátot, 50ért halkonzervet és datóját, 100ért pedig gyerekeknek való tusfürdőt lehet vásárolni a nagykikindai piacon. Természetesen nem a helyi kofák árulják áron alul háromszor olcsóbban ezeket a termékeket, hanem a városban veszteglő migránsok. A vásárlók kapnak is az alkalmon. A bevándorlók nem nyilatkoztak stábunknak, sőt, amint észrevettek bennünket, elpakolták az áru egy részét és elrejtőztek. A helyi termelők nem örülnek nekik. Egy kb. Egy hónapja. Itt állnak kint piac előtt, épp valamelyik nap elzavartam őket is, meg az inspekciót is, kommunál inspekciót elzavartam innen, mert ők fényképezték, nem szólt kívülről álljanak, mondtam neki, odarakták, bigyeztették a migránsokat a bejáratra, nem lehetett kijárni, bejárni se ott se. Én pedig odaugrottam, és elzavartam mind a kettőt. Egy élelmiszereket áruló hölgy arra panaszkodott, hogy számára konkurenciát jelentenek a piacon áruló migránsok. Produce sardine, fasulj, konzervirano hranu, glavnom, to što su dobili. To je konkurencia ili nije? Pa da, konkurencia. A migránsok a segélyszervezetektől kapott élelmiszeren és ruhákon próbálnak túladni a piacon. Pa verovatno dobiju od države, ne znam, znate, mislim, nije moje da. Onda valjda im ne treba ribe, mislim, arzak, da kupe kupus, ovo, ono. Sad da li dobiju gotovo ranu, ne znam, znate. A Nagykikinda melletti befogadó központban jelenleg 252, főként afgán és pakisztáni migráns tartózkodik. Van, aki már 10-nél is többször próbált meg illegálisan átjutni Magyarországra, azonban a hatóságok mindig visszatoloncolták Szerbiába. We go, police catch us and beat us, it's so horrible for us and send back to Serbia. I'm really from 1 year in Serbia and I crossed more than 30 times the border. It's so bad for us. I know they tell us that we cannot open the border, but it's so bad for every refugee. I try, legally or not legally, I try it. Like, I try 14 times to now to cross the border. A sátrakban az egyedülálló férfiak, az épületben pedig a családok kaptak helyet. A gyerekeknek épp elsősegélyórát tartottak ott jártunkkor. A 13 éves Laa apjával, várandós anyjával és 4 testvérével érkezett Afganisztánból. I want to be a doctor in future. In which country? In Switzerland or Hungary, never mind if. A migránsok többsége abban reménykedik, hogy Magyarország hamarosan megnyitja határait, és szabadon letelepedhetnek az unió területén.